Sziasztok, ez a Befekszem After Hours, és ma a legdurvább magyar autóbalesetekre reagálunk. Ezek jók, mert magyarok áramkodnak benne. Ivós játék, ahányszor hallod a kurva szót, így áll. Basszus kulcs, most itt mi történt? Ne, az utánfutós. Az rosszban sejtik el, ide látom. Ez világos, mint ide makó. Basszus! Kilökte a fenébe. Na itt ki lesz az udas, mindig a fehér furgonokkal van valami gond. Oh-oh, lassíts. Mi a fene? Kiesett a kukából a cucc? Basszus, le kéne kötözni, nem? Józsi megint nem kötözte le. Ezt láttam, ez egy igazi magyar mém. Azt mondja, elfér az. Ja, ez a tipikus dühött buszsofőr, hogy nem tehettem mást. Hát ott állt egy autó, hát muszáj volt kiengednem a dühömet. Na, basszus kulcs, tovább megy. Hát ezt jól letörte. Na, falu nap után mi? Tesó, lehorzsoltad? Na, D-butikó, a szuti egy nagymama vezeti. D-butikóba sose bízzál. Ha meglátod a D-butikót, akkor lassíts. Sose értem, ennyi hely van ezeken az alföldi mezővárosokon, és képesek... Ja. Odaám, hogy mivel ütközik össze, hogyha ilyen nagyok az utcák, de hát megoldják. Hát ez olyan, ez ilyen rajzfilmszerű, mint a kengyelfutó gyalog kakukban. Kurva jól csináljátok, bazd meg! Komikus. Szeátos el akarsz riszteni a busz előtt, ami a kanyarodó főútvonalon haladt. Anyagi kár és ijegység. Ezt bírom ezeket a fontoskodó bácsi hozzászólásokat. Most hol megy az emberünk? És motorozik a járdán? Csak nem egy budapesti robogós futár, aki nem Magyarországon született. Jaj! Ja, nem is láttuk. Vagy látszik? Nem látszik. Viszont ez a szar a magyar videókban, hogy annyira jó kamerája nincs az embereknek, hogy látszon is. Ez milyen égő lehet? Már egyszer elestem én is biciklivel, így mentem és random lementem az út szélére. És akkor így bukfenceztem párat. És mögöttem jött egy autó, és akkor végignézte, és megállt, és akkor így kiszállt, hogy jól vagy, én meg ott feküdtem a földön. Hát a kutya fáját, nem vagyok jól, mert végig kellett nézned ezt a szégyent. A lelki kár nagyobb volt. Úgy látom az emberünknek is, legalább talpra tud állni. Na, nem féltél el máshol, mi? Ez gyilkossági kísérlet. Nekem nincs kocsim, de egy pillanatra magyar autósnak képzelhettem magam ezektől a videóktól. Menjél már, te ökör! Mit csinálsz, vadbarom? Düt. Mi az agyádat csinálsz már? Így szokták, nem? Autósok, ti meg tudnátok mondani, kinek van kocsija? Ez mi volt? Tesó, azt hiszi, hogy te Need for Speed-ben van. Azt mondja, még amúgy pont átért volna. Nem tudom, melyen mutatom, mert mit találnál, de hova mutatok. Még pont átért volna, és erre visszahúzza. Magyar autópályában sose bízz. Oh.
A lényeg, hogy nem sérült meg senki. De mindenki jól van, az a lényeg. Az egészség a legfontosabb. Oh. Én azt hittem, a kamionosok rádióval beszélgetnek, tehát akkor mondhattam volna, hogy hé, ne gyere nekem. Ezt láttam, ezt a jelenetet a halálos irambantban. Így átment a kamion alatt, szerintem azt akarta utánozni, hogy így átmegy a kamion alatt túloldalra. Csak ez nem jött be. Nem szabad a filmeket utánozni. Ó, elüti a vonat. Ja. Mondjuk kellemetlen. Most itt ki volt a hibás, elemezzük ki. Ott a busz, jobbról, nem látjuk milyen, szerintem elsőbséges. Nem látjuk a táblát, de hogyha jobbkezes, akkor is azért legalább szétnézhetne a kerékpáros, főleg, hogy ez ilyen főútvonalnak tűnik, mert azon jár a busz. Ha megvan elsőbségadás tábla, akkor meg végképp. De hát ezek a hülye biciklisek. Én a gyaloglást is jogosítványhoz kötném, nem igaz? Na. Budapesti. Ez egy taxis volt. Taxis munkán kívül. Az szép. Na basszus kulcs, az szép. Azt jól megcsináltad. Hihetetlen. Na, kimenj neki kinek. Senkinek? Oké. Okay. Na. Ó, egyszerre kicsúsztak, ez tök menő nézett ki. Egy szinkronba. Ó. Jó ide, izgalmas. Jó kis Balázsék. Hallottátok? Balázsiból van egy nő. Én bolykottálom őket ezért. Ugye már hárman is vannak. Ez mi ez a ha-ha-ha? Ez a sofőr? Mert akkor nem tűnik ettől okos. Mi ez 2012? Olyan, mint a 1973-as felvétel lenne. Vegyetek már jobb kamerát. Menj neki! Menj neki! Ez az! Üsd el! Ford Focus, majd like, Ford Focus állhatnál az útra. Ez biztos van. És mindenki fér el, mindenki meghal, vagy mi? Ez hol van? Ez New York? Ez az Árpád híd, nem? Pest felé. Á, igen, ott a Dunafürdő, vagy mi a neve ennek. Ez a két torony, ami most épült, ez pedig az Erste Banknak a székháza. Ez pedig egy Ford Mustang. Ez pedig meg akar halni. Drift King. De miért driftelt? Legalább nem ment neki az oszlopnak, akkor az nem esett volna jól neki. Fú, hogy dobokat a szíve ilyenkor. Én beszarnék. Most hova megy? Felszedi a darabjait? Na, hülye biringás, Karácsony Budapestje. Így akarja, hogy Karácsony Gergely kinézzen a körút. Ó. Na, megy a biciklis játszani a hőst. Felemeli a bringáját, hogy elállítsa a vérzést. Jaj, megálltam az elsőségadásnál, mert megy a kamera. Egyetlen alkalom, amikor megállt. Meghalt a motor. Na, jön a helyi járőr. Mindenki jól van? Egy gyors selfie. Ma megkérdeztem, mindenki jól van, ez mehet Facebookra, és akkor jönnek kommentek, hogy
emberségből jeles. Van még hit az emberiségben. Jól van? Nem, nincs jól, most ütközött össze az autójával. Mit vársz, izé, helyi sheriff? Ez nagyon félelmetes ez a zene. Itt valami nagyon rossz fog történni. Oda sem merek nézni. Hogy neki ment? Ez egy borzasztó ütközés volt. Én nem bírok ennyi erőszakot. Tiszta végső állomás. De most ki fog kisodrógni a kamion? Nem. Akkor a sofőr? Nem, ki fog jönni a sofőr mögül valaki és az. Na. Jéghokizott, vagy léghoki? Nem. Léghoki, arra gondolok. Miért hangzik ugyanúgy a kettő? Mondjuk, ha onnan leesik, ha áttöri a szalagkorlátot, akkor az kellemetlen. De nem értem, a balesetek 90%-ában ilyen esős az út. Mert nem lehet csak lassan menni, hogyha esik az eső? Tudom, nincs autó, nem érthetek hozzá, de hogyha vezettem és esett az eső, akkor én lassabban mentem. Jaj. Na hát, elvitte a hív. Oda az Amazon Prime Delivery-m. A fene vigye. Ezért késlekedik a csomagom. Másnap az a boxba leled? Hát itt volt a csomagom, így nem ér oda másnap. Neki ment a kartonnak, és ezért leáll a sávba. Mindenkinek van az a haverja, aki a leálló sávba áll egy kartondoboz miatt. Ez volt a magyar autóbalesetek 19. Legyen még ilyen videó, én nagyon élveztem. Szeretem nézni a honfitársaimat, ahogy balesetet szenvednek. De lényeg, hogy vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!